Mi lenne, ha 100%-ban használnánk az agyunkat? Képzeld el, felkelsz, és hirtelen minden teljesen megváltozik. Minden hang, fény, érzés kristálytiszta lesz. Az agyad kirobbanó formában van, mintha szuper képességeid lennének. De várjunk csak, ez úgy hangzik, mint egy hollywoodi szuperhősfilm. Az a gondolat, hogy 10%-át használjuk az agyunknak, igazából csak egy mítosz. Vagyis pontosabban az igazság ettől egy kicsit bonyolultabb. A modern agykutatás szerint az agyunk minden része aktív, különböző időpontokban és különböző feladatokban. Nem lógott 90% kihasználatlanul, mint egy üres, elhagyatott terület. Játsszunk el a gondolattal, mi lenne, ha valahogy képesek lennénk egyszerre aktiválni az agy minden részét. Lehet, hogy gyorsabban tanulnánk nyelveket, vagy pillanatok alatt oldanánk meg bonyolult matek példákat. Talán vissza tudnánk idézni minden egyes emléket a gyermekkorunkból. Az is lehet, hogy kontrollálhatnánk a testünk minden apró működését a szívveréstől a hormonokig. De ennek biztos, hogy nem lenne jó vége. Az agyunk nem véletlenül működik szűrőkkel. Ha minden régiót egyszerre aktiválnánk, az nem szupererőt adna, hanem teljes káoszt. Ezt látjuk például epilepsziás rohamoknál, amikor túl sok agysejt aktiválódik egyszerre. Az eredmény pedig zavar, fájdalom és eszméletvesztés. Az agyunk nem olyan, mint egy izom, amit ha minél jobban használunk, annál erősebb lesz. Inkább olyan, mint egy szuperszámítógép, amit okosan, fókuszáltan kell működtetni. Már így is rendkívül magas agyi teljesítménnyel rendelkezünk. Képesek vagyunk alkalmazkodni, tanulni, emlékezni, fejlődni és alkotni. Ezen a bolygón kétségtelenül mi vagyunk a legokosabb lények, és talán az univerzumban is. Csak nézz körbe, mennyi csodálatos dolgot alkottunk már így is a semmiből. A gond pedig nem az, hogy kevés részét használjuk az agyunknak, hanem inkább az, hogy sok ember semmennyire nem használja a fejét. Az igazi szuperképesség nem az, hogy mindent egyszerre csinálunk, hanem hogy képesek vagyunk fókuszálni, tanulni, fejlődni és kreatívnak lenni. Ez pedig már nem fikció, ez a képesség mindannyiunkban ott van. Ami a Lucy filmet illeti, sajnos 100% mellett sem lennénk képesek uralni a teret vagy az időt. Isteni képességekre sem tennénk szert. Ez csak egy hollywoodi szuperhős fikció, nem pedig tudományos tény. Szóval a kérdés nem az, hogy mi lenne, ha 100%-ot használnánk, hanem az, hogy mit hozunk ki abból, amit már most is tudunk. Mert ha ezt jól csináljuk, akkor nincs is szükségünk szuperképességekre.